Köszöntünk őket, és nézőket, egy újabb videó jelentkezek, és sikeresen éjfélkor veszem fel a videót, szóval gratulálok, és különben egy Camp Profilozós visszajátszással, 2v2 automatch, én Wehrmachttal, és egyik ismerősömmel, Trevisse, mentünk egy 2v2-t, egy őt OKV-val, és ellenünk egy amerikai és egy orosz. Az amerikai az egy elég kiszintű volt, de orosz azt tudta, mit kell csinálni. És én azonnal rámentem most a Storm Doctrine-ra, mert egy ideje ezt használom. Travis ugyanúgy a Elite Armort. Az orosz közben ráment a T-34-85-re, szovjet sokka armira, ami szerintem így, hogy még berakták a T-34-85-öt, és a ML-20-at lecserélték Artillery Strike, így most már nagyon jó commander lett. Az Urban Assault Commander, Kalai OP-k jók, Rangerek jók, nem, többet nem is kell róla. Itt a MG-vel azonnal rásolok, Travis a full rárásolt a Sturmokkal, itt a Grandeerokkal meg a Pioneerokkal foglal, közben a Fogofort is kapcsolom. Az orosz itten, a Combat Engineer-re és penálokkal, ja tényleg, ez a csávó csak penálra ment, szóval nem úgy értve, hogy csak penál, de semmi más infantit nem hozott be, csak penált, meg azt hiszem két sok trúpot. De különben azért is nagyon jól irányította itten, egy kicsit félre rossz fele néző MG, azonnal át is rakom, Grant dirogjanak segíteni. Na, Amcsi már hozzá is a mortárját, különben jól használtam a mortárokat. És... ja, MG42 csinálja a dolgát. Pinnel, Grandeerokat próbálom távol tartani. De sen oldalból ők a izék. Rírhalnak. Az lesz a baj, ezt tudnám is tartani, elég is sokáig, csak az a baj, hogy lehoztam színvat mortárt. Közben egyébként rá is szépen le tudta rásolni már eléggé hamar az oroszt, de már hozza a két penált, föl lesz, le lesz olvasztva az izének, Volknak az arca. A Sturmokkal próbál segíteni, de több-kevesebb sikerre, ezek a Volkok se fognak nagyon sok mindent nekik csinálni. Közben én itten a mortárral engem egy szivat, én pedig a MG-m már pinnelem őtet, miközben szivat. Pinnyírokat nem foglalom a fuelt, és ja, felleszemésztve a izék által. Penálok által, Travis most. A mortárt próbáltam elintézni, csak sajnál még nem volt kifejlesztve a izém. Rifle grenade-em, szóval még azt mondom, hogy időben mi rájött. Nem tudom pont elfoglalni azért zónát a pionírokkal, mert őt a rifle menne. Hogy el tudom ölni neki a mortárját? Ha éppen meg tudtam neki ölni. Na a pionír és MG-vel itten leszettem ezt a rifleman squadot, és visszavis a mortárját. Ami nagyon nekem is nagyon jól fog jönni. Itten clown car, combat engineer-ekkel, lángszóró. És itten pedig Travis nem tudom nagyon mit akart próbálni, de oké, el tudta intézni az a fő, de már szerintem hamarosan lesz rajta lángszóró az engineer-eken, még ha jól látom nincs. Aha, még nem rásol rá. Na mindegy, hamarosan kéne lennie neki. Ám ott jön a lángszóró. Orosz közben az egy special rifle commandot hozotta le. Tamcsi az hílelődik. Hozz le még egy mortárt. Azt nem is tudom, hogy van ilyen officer transfer order. Meg gránátok. Nagyon még semmilyen jármű. Én addig itt nyugodtan elfoglalom ezt a fuel pontot. MG-re meg azt mondom, hogy hamarosan teszek izét. Ambush camouflage-t. Mikor nagyon jól is fog jönni. Főleg a mortár miatt, mert nem fogja instant látni. De így a játékán én eléggé izére mentem rá, csak grenadírokra szükség volt. De most, mielőtt Travis eléggé jól visszavert a orosz, átjöttem hozzája. Főleg a Armored Car miatt. Mert az a folyamatosan visszaverte őtet. Főleg így még lángszóró is van rajta.
Itt Amcsi meg pusolni akar. Ambus. Na igen, most ezt találkoztam orosszal, két grenadíremmel. Hát se nem tud elkerülni a izémet. A rifle grenédemet, és igen, vissza is vertem ezzel, plusz a mortár. És azt hiszem, le is fog támadni a Amcsi, és vissza is fogom vinni tehetségeimet. Nézzük. Ez nem biztos, de a mortárt szerintem igen. Jep, már a mortárt viszem is. Lehet, hogy aztán csak ezt le mortározni. És például itt szerintem le fogják szedni az izéket, a grenadírjaimat. Igen, félre dobtam a gránátot, így lefogják. Ja, nem is emiatt utál, de beáldozom egy panzerfusztért. Na, itt már jönnek előre Amcsik. Hát is fordul ide. És igen, le is lesz grátozva. Aztán visszaviszem. De igen, vissza is tudom. Már elég régen vettem fel azt a izét, szóval nem tudom, hogyan is történt, de a mortár azt mondom, nagyon jó fog működni. Akár, hogy erre nem lehet izét ambust rakni, pedig jó lenne. Ugye pikabú mortár. A grenadíreimet elintézzük, de még azelőtt, mielőtt még... Aha. Egy gyönyörű mortár lövés. Nem tudom, hogy egy mortárom ugye tudott egyszerre kettőt lőni, de... És jöttek már a páncélgránátosaim, megvédeni a izét, mortáromat, ami aztán egész jól is áll. Aha, pontosan vissza is lettek teljesen kergetve. Travis az most újra tartsa, ahogy tudja. Mortárt arra próbálom kiszedni, de nem fog sikerülni nekem. Azt mondom, hogy a rifle-menek el fogják intézni. Jó. Jep, a gránátot közben bekaptam. Meg fogják ölni? Itt azt gondoltam, nem fogják, de éppen. És te éppen elmenekül, de... Sajnál le fogják szedni. Dead before retreat. Pontosan? Hozok be még egy izét, Spencer Grandiert. Közben itt már építem a élelős bunkeremet, mert amiatt elég is egységem hátul maradt. Meg, hát azért jó lenne az a plusz manpower, amit ez ad. Itt most különben jóval jobban állnak, mint mi. Legalábbis pont ügyileg nem, de popcap ügyileg, hogyha megnézitek. Több fuel, több muni, és még több egységük is van. Szóval itt eléggé már úgy... Azt gondolta, hogy na, most jól meg leszünk baszva. De egy teszem már építi is a mechanized regimentet. Ből nem is tudom, puma lesz, azt hiszem. Grádír, akkor még megpróbálom a mortárt elintézni, mi már nagyon idegesít. De aztán mégsem. Pionírok, csak állnak. Jó lenne legalább, hogyha ide barikádokat raknák. Panzergrádíreim pont ide értek. És azt a készlet itt a izé. Aha. Ja, még nem. Még mindig nincs, de van. Nem, nincs rá elég munícióm. Hát, mondjuk rá most ki van egyenlítve. Elég szépen. Te beállítom ambusba izémet, páncélgrenadíromat. És a pionírokat viszem is vissza, pontosan. Az egy mortar be fog kapni. Bem. És itt még úgy, hogy nem is lássa, még úgy is eltalálja neki a mortárja különben. És itt a Gradivém is találkoztak a izőbe, lőtentjével és a rifle mennyével. Viszem is ide a páncélgránátosokat. Itt befutok. Viszem gránát. Yep, gránát. De még ő fog engemet elintézni. Nem. Aztán meg fogja ölni ezt a páncélgrenadíromat is. Na de mindegy, addigra már ide ért a másik grenadírom. Közben... valakinek már van valami jármű? Még nincs. Ja de, persze a orosznak még mindig él ez az éklamunkárja. Ami már kétségleges. Együttesen a Combat Engineer-jével.
és ráment egy aknára. És kis lett lőve a lövésze. Elméletileg main gun destroyed, nem úgy néz ki, mint aki lenne. És... Jep. Amcsik megint támadnak. Igen, visszavertek most. Pont most jönnek a izék, páncélgránátosaim, szóval szerintem vissza is fogunk foglalni. De mindjárt meglássuk. Aztán nem biztos, mert én jövök feléjük. Jep, nem, mert itt vannak a rangerek. Mindjárt meg lesznek a izék. A... Tomzonyaik, amit 90-ben bekerült, azt hittem nekik ingyenes. Pedig azt hittem nekik ingyenes a izé. Ahogy voltam, egy karabin erők maradt, igen, mindig elfelejtem. Itt a páncélgránátokkal gondoltam, azt fogja elfoglalni. Erre ráment erre. Nekemre, itt egy 50 kaliberes. Ez azt hiszem, hogy nagyon nem fog semmit csinálni. És itt jön egy izé, penál csapat ellene itt a Travisnek. Walkjai. Azt hiszem ellen, igen, el lesz intézve a walkjai. És még a pupsen is meghal. Pontosan a pupsen is meghal. Nem, várjunk, elintézik a vizők. Oké, elintézik a walkok. De közben itt a sokokkal bekerül jegyzőt. Vagy csak szembe megy velük és AMG nem fog semmi se csinálni. Wow. Hát ez gyönyörű. Itt a Amcsi most elég előre jött. Na, itt a granátosokkal foglalom. És... Ja, most nagyjából itten áll a front. Itten foglalja Travis. Közben a PPSH-kkal olvasztják a házat. Oké. Ottan... Úgy szóval valaki bepördült. Megesik. Tudjátok mi a megesik? Ja, egyet bepörög. Na, de közben. Ha, itt már a páncélgránátos fény készülnek. Nézzétek, nézzétek, nézzétek. Na, mindjárt dobják. Mindjárt, mindjárt. Ott van! Ibeb! Jó. És ezt a rifle pent azt hiszem elintézik, vagy nem? Nem fogja. De elintézik! És közben azt is elintézik, még majdnem. És vissza is viszem őket, vagy megyek előre velük? Nem tudom. Itt nem tudtam, hogy van egy 50 kaliberes, szóval jól meg leszek szivatva. Különben jól látom, hogy a izének ilyen nagy range van a 50 kalibernek, vagy ugyanannyi, mint a MG-nek, akkor csak mi? Rosszul láttam, na itten, de a Grandirokkal meg próbáltam felfoglalni, nem sikerült, de itten rá, nem tudtam le rifle grindezni, igaz? Itt a páncélgránátosokat hülye voltam és ott hagytam hátul, nem már viszem, de a későn, és ott vannak a izék, Tomzonosok. Azt hiszem le is olvasztják a igen, páncélgránátos karcát. Meg is hal majdnem egyik gránátosom. Érdekes, hogy különben 50 kalibernek azért nincs olyan jó pinnye. Mennyibe kerül egy 50 kaliberes? Mindjárt megnézem. 280. Aha, 20-szal drágább, mint a izé. Nem ilyen drága, mint a orosz diska, ami különben ugyanazt tudja. De nem rossz. Jó, mondjuk rá, ennek gyönge pinnye van, a diskának jobb pinnye van. A diska az insta pinnel, ez... Pinneni pinnel, de csak sárgát inkább. Valamit MG42. Közben itten Travis-t újra visszaverik. És megint foglalj vissza a full pontot. Különben Travis nagyon jól tartotta a szintjéhez képest. És a kumája... Nem, azt mondom, a kuma ez... Ugrasztok, már szép csillagos egységei vannak. Hú, hát azokat tont jó osztozat fognak kapni. Cover side bonus increases vision when in cover. Ez bóta van benne, ezt nem is tudtam.
Ó, ilyet is lehet csinálni, hogy így lekövetem. Ezt nem is tudtam. Na igen, gondoltam behozom Panzer 4-et, kicsit dolgozni. És... ja, itt a sok trupok éppen támadnak, de viszi is vissza. Közben a Penelope-ot én szerintem megpróbálom megtámadni. Megyek szépen előre. Kicsit belöntöm a kamerát. Így. Orosz teljesen visszavonultattam, és úgy gondoltam, akkor már másik feléről vonulok vissza. Ahol összetalálkoztam két bazukás infantival. Nem, csak egy bazukás. Nem ide, itt a ambulanszkárt le fogom szerintem szedni. Pontosan. És szépen elmenekülök, szinte egy karcolás nélkül. Travis meg én közben elfoglaltam a fele pontot, közben itten így visszamegyek. Így. De elég hamar vissza leszek verve. Itt még egy párat lövegetek ezzel. Közben orszalint is egy grándíromat. Másikkal sem még... azt hiszem még keresztül le tudom grántozni őket, de nem biztos. Későn. És vissza is viszem. Itten még a Panzer 4-gel őrültködök. Jót. De már sajnos bejött a M4. Tehát az Increases Health and Armor and can közös. Just a full reduce speed and mobility. Ezt is tudom, ezt adja a dozer. És különben leolvasztották a izém Panzer 4-emet. Eléggé durván azok a izék. Penálok. Na, itten meglátszottátok a Panzer Grenadierokat, akik félredobtak. Mert nem tudom miért. Na, itt már rájtettek, különben ambusolva volt, emiatt többet sebzett rá a M-game. És talán meg is ölöm a squadját, talán megölöm. Meg is oltam. Közben itt előre tört a Amcsi, elkapni a Panzer 4-emet, ami horribilisan gyöng állapotban van, de erre szépen intézte csak Travis-t. Mondjuk, mi lett a M4-gel? Ja, tényleg a... izények, OKV-nak a 37-es flakja valamiért, a tényleg is jó. Nem nagyon jó, de... a T-34-et tud intézni, mondjuk a T-34 hamarabb intézi el azt ott, de... és Travis... erre várt egész meccsben. Őről egyet kell tudni. Travis nem a legjobb a játékban. Nem azt mondom, rossz, vagy ilyesmi, nem a legjobb, nem. Főleg a izékkel, tankokkal, meg a infantrinak, hogy melyik közelharca, melyik távolharca, és hogy mekkora a különbség köztük. Na, egy, amiben jó, az a Sturmtiger. De komolyan, ezzel én automatikus, szinte mindig eléri 3 csillagot. Valamit ő tud ezzel az izével. Sturmtigerre, de komolyan. Most is nézzetek. Fogja magát. És bem. Viszlát MG. Bep. És már most van neki izéje. 4 killje. És különben amerikaiak el is tűnt a MG-je, ami annyira zavar. Közben fedezni jött be az izét két Panzer 4-en, mert már osztódtak, mert miért ne. És megint le lesz olvasztva az izé által. A penálok által. És még kapott szét két darab szecsölt is. Szóval gondolhatjátok, mi lett ebből. Na, itten szerencsére megint Panzer 4-em 0 HP-val éli túl, és a pancergránátosok is tudják tartani addig a penálokat, míg ez megint visszamelekül a sarokba. Jej. Közben itten még nem töltött újra, amúgy szerintem újra fog tölteni Travis. Minket itten most jól szétvertek. De tényleg jól. Jaj, ne, megint megy a izén után. A Panzer 4-em után, de megint nem találja az Amcsi. Szóval megint visszamegy. Közben mindjárt újra lesz töltve a Sturmtiger is.
És kezdett újra az egész, de persze azelőtt még jól itten M4-es után, hát kicsit leszedegett minket, hogy is mondjam. Ottan befogva. Az fájhatott. Na, amcsinak bejött egy Calliope. Különben érdekes, mert ebben a játékban a Calliope nem tud lőni, de ha jól tudom, valóságban tudott lőni a Calliope. Nem vagyok benne biztos, de azt hiszem tudott lőni a játékban. Hát a valóságban, na, már én beszélek hülyeségeket, na. Remélem jó kis skinje van. És szerintem már most meg is fog sorozni valamit, nézzük. Tulat vissza, biztos észrevette azokat a Grandire, ami... Nem. Ne nézzük. Mit fog csinálni a Calliope? Közben elkezdek itt a grántosokkal foglalkozni, mert így jól elvertek minket. Kiszállítsa innen a krút, nem tudom miért. És visszaszállít. Na, itt jön egy Half-Track, köszönöm le egy Panzerfaustozom. Bezony, kap egy Panzerfaustot. De jön a megint a Penal Blob, és... ja. Panzer 4-em gyors meggondolja magát. Lehet, hogy nem kéne. De! Na, nézzétek, Travis újra akcióban. Ezt nézzétek, nézzétek. Ott a ízés, Tom Tiger. Gyors oda viszi, szerintem a orosz jókor reagál, vagy tud reagálni? Aha, még éppen hogy jól reagál, de még így is le lesz teljesen pinnelve, majdnem megölte egyik egész izét, penált. De ilyenkor bejök a Panzer Grenadierokkal és a izékkel, P4-je, azt elnítezem a többit, vissza is vonult, ahogyan látjátok. Calliope valamit csinált ez a csávó egyáltalán. Panzer Grenadierjeim fedezik a Panzer 4 visszavonulását, mert ez már harmadszorra vonul vissza, szinte 0 HP-val. És közben szerintem mozog egy újat is, és meghalt még egy Panzer Grenadierom. Na, de így lássátok, milyen szar helyzetben vagyunk. Germiszné 85, és már egy M4 is. Szinkronba, mi az, keresi a Panzer 4-emet. Szóval úgy érezhetitek, hogy mennyire szarba is lehettünk. Ott a Calliope az elhitelt a szegény vizét. Pupsent. Törnyőtön 85 elintézi közben a vizét. Starkwood, Stuntfigure az akcióban van megint, és lefelezte majdnem egész vizét. Sok trupp populációt. Majdnem. Travisnek már ideje lett volna visszavinni hamarabb is. Ezt a MG-t. És én már van stuka bombing strike, de azt mondom, a játékban nem is fog használni. Igen. Itt a páncélgránátosokkal üldözöm azt a szegény antét, miközben engemet üldöznek a penálok. És igen, meg is halt. Szaszélyemre kerül egy Calliope. Ez nem is rossz ár így belegondolva. De amikor megint próbál a rangerekkel valamit kezdeni. De különben azt hittétek, hogy erre a pontra menj rá, amikor beleg egyértelmű lenne. Mert hát nincs ott senki, amiért miért ne foglalná akkor. De valamiért mégis fogja magát, és majd lássátok.
Közben itt a Stumtigert éppen lövi egy AT. Honnan? Már két csillagos a izé. Stumtiger, mindjárt három. Közben meg bedájvolok oda a Panzer 4-emmel. Csak azért, hogy a Stumtigert megmentsem. Na de közben elkezdtem hozni a stugokat, mert ebből éreztem, hogy szarba vagyunk. Fele annyi tankunk van, mint nekik. Szóval elkezdtem spammálni a stugot. Elég vastagon. Isten, 2.38-t különben meg is állítsa. A izé, stugok. Mikor azt hiszem, hogy még el is fogja intézni. Vagy nem. Panzer 4 éppen nem intézi el, de helyette kapok egy gyönyörű airstrike-ot. Viszem is vissza. Még időben. Aha. Még időben. Képzeljétek volna, hogyha nem vittem volna ezt a Panzer 4-et hátrébb, és itt maradt volna. Na, az most halt. Na, közben valamiért ide került a izé. Fogta magát, és ez így itten bekerült. Ja, ez is tök jó. Elkezdtem vinni MG-t, én pedig kijöttem itt a mondhatni bokorból. És visszavettem a MG-met. De azt hiszem, hogy megvartam egy idejére egy grádierem, mert a... igen, pontosan. Közben itten a stugó... na, Panzer 4-et javítom. Javítottam Panzer 4. Itt javítom. Közben Travis, itt elcsillel a Sturmtigerre. Most már három csillagos lesz már. Hát Travisnek kemény egy volkja maradt. Három csillagos izé, leigye, Infantis Support Gun, nem rossz, nem rossz. És két rakete belfér. Mondjuk rajta nyugodtan hozhatod volna be még két volkot, az infantriba lett volna esélyünk, de azért én szerintem főtartottam számokban a orosz ellen. Kb. Ugyanannyink van, csak annyi, hogy neki jóval jobbak a veteranszia. Na itt én újra elfoglalom a védelmi állásokat. Na, különben ez a orosz nagyon jól műn, tehát három penál, három csillaggal, hát azért, na, hányszor látsz ilyet? Garantálom, nem sokszor. Na, itt a Panzer 4-ekkel, meg a stugokkal itten munkáskodok. A Sturmtiger. Na nézzük. Sturmtiger megint akcióban. Így bekapcsolni szinamitikot. Így. És vonul vissza. Még időben. És megint izé bekerülik. Emiatt be kellett hozni megint oda a stugomat. A Panzer 4-em, két stugomat és a Panzer 4-emet megmenteni. Ami valószínűleg is... aha, el is lesz intézve egyik T-34. Nem, mind a kettő? Mind a kettő azt hiszem? Aha, mind a kettő, mert Travis elintézi egyiket, én pedig a másikat. Aha. Na, közben bejött a harmadik stugom is. Itt nincs egy ilyen kering. Mi az? Radio net. Unit is coordinating fire with an allied increasing the rate of fire. The line of sight. Ezt nem is tudom, hogy ilyen van. Baszki. Ezt komolyan nem tudom, hogy ilyen van a játékban. Ilyen miért nincsen a németeknek, istenkém? Ez veteranszi egyen kapja? Na mindegy, azt már nem tudjuk meg. Mindre kilői a szegény Panzer 4-emet, de azt tudok elintézik. Na, Kaliópi akcióban még, hogyha mellé is lőtt. Itt a két sok... sokokat is nagyon jól használja. Nem, tehát a T-34-et elvesztett a orosz. Nyilván elkezdte hozni a Su-85-öket, mert elég erősen fordult különbe a kocka. Közvetlen ezek nem tudom mit állnak. Így, itt a semmi közepén. Amit különben jogosan, mert ő érezte, hogy már fordult a kocka. Összetalálkozott a három T-34-emmel, a stugommal. Na, itt jönnek a izék. MG42 a izé miatt. A First Strike bónusz miatt kapott egy pár jó izét, killt,
Még jó erősen a DPS-eltem. Én elintéztem neki ezt a AT-t. Függelmi miatt meg menekítem, jobbra-balra. Na mindjárt három csillagos. Itt résznek már megint a stunti gerje. Na itt a páncélgránátosokkal. Hát rásolok, hogy is mondjam. Meg is öltem a squadot. Hopp. Na, stumt igen, meg lett a három csillag. Mondjuk rá többet sebzett a saját HQ-jára. És jep, el is lesz intézve a HQ. Bum. Hát szomorú. Most ugyanat még mindig javítom. Na, már van nekem négy győző, Panzerom, Grandirom, meg két Volcom, na Grandirom. Amerikai, az hasonlóan kifogyott, mint Travis. Csak Travis már azért elkezdte visszaépíteni magát. És mondjuk rajta nem tudtunk volna győzni a Stunti Ger nélkül. Ami azért adja neki, tényleg adja. Na itt a stúgiaim jönnek előre. Gyönyörű téli kamuflázsal, nekem orrára tetszik. Úgyhogy újra elkezdi pótolni a infantriát. Orosz. Elvesztett egy penalt, de már hozzá is helyette az újat. 88, 85. Nem bírok beszélni. Na itt a pantogantosokkal foglalom, másikkal pedig felfedezem itt a izét, Kaliopét, szóval nem mit csinálok, mikor felfedezek ellenséges izét. Mondjuk az jó gránát lesz. Ellenséges artit közelben. Egyszerű. Rámegyek. Látjátok? Amcsina el lett intézve a maradék járműve is. Nem csak a infantri, a jármű is. És közben még föl is fejeztünk, hogy ó, itt az hardstruck? Ó, jó. Itt ez úgy ott van itt is. Mit is kéne lecsinálni? Ja, megvan. Hát kilőni. Amit, aha, igen, éppen sikerült ennek a képessége miatt. És tök jó, mert annak még pont nem lett meg a PTR size, és nem tudtak lőni ezt a két csillagos tugomat. És ugyan a Stuntigerre, tudjátok miért. Na, két Combat Engineer halott, mindjárt négy csillagos lesz. Milyen négy csillagos lesz, értitek? Ki lát négy csillagos Stuntigert? Komolyan? Valaki egy... Hányszor láttatok már? Hányszor? Mondjátok meg nekem. Szinte soha. Komolyan. Travis az valami úgy játszik az, különben ez a Mártyás kis lépett. Amikor nem csodálom, már nincs egysége. Ugye két Kaliopét is kilőttem. De mondjuk rejtem még azért pont előnyben vannak. Na. Nem sokban, de pont előnyben vannak. Captain just took the battlefield. Listen up, man. MG. Vissza a Grandiromat visszakergeti a PPS-hákkal. És... szerintem bekerüli MG-t, vagy smoke-ot dob? Nem tudom, gyors. Nem smoke-ot dobni várjunk. Nem, beleviszi a izébe. MG 42-ben, szerintem is jó ötlet. Nincs csak a harmadik később beviszi. Ja, várjunk, ez mai. Jó, baszki, ezt a volt, nem is nézik. Tunti Ger. Rúgtam volna, na még egy kill. Hát sajnál addigra izé. Itten éppen páncélgránátosok elintézték, éppen az ellenséget. Na, most mit is akar izé? Travis, nézzük. Vissza. Ja, eltalálta a satchel, tényleg. Isten gyors, megijedtem. Na, mit csinál egy jó ember? Beküldöd a páncélgránátosát. Hogy legalább az éljen túl. Mondjuk ittent ezek kapják a izét. Áldást, meg is különben rá négy csillagos.
Közben a stugókat is szerintem fogom vinni, hogy tankolják a lövést. Közben egy M4 valamiért. Nem éne. Mindjárt elintézik. Sajna izét. Tuntigert. Igen, pontosan bejön oda a stugokat. Közelebb legyen valami. És különben be is áldozom itt az összes stugomat, azt hiszem. Csak amiatt, hogy elmeneküljön. De még kiderül, azt hiszem talán egy túléli. Még rá is ment a aknára. Fenomenális. Az egy stugon is veszik egy csillagos. Fú, itt is konkrétan két emberes penál Péterhez puskával. Akkor majdnem, tényleg majdnem elintézve izét Stuntigert, de helyette eléje megyek a stubba és betankolom. Közben itt a Panzer 4, M4. Nem bírok beszélni emberek, nem bírok beszélni. Őrlet, nem bírok beszélni. Nagyon közel. M4-es, itten izé. Jöli a infantrit, pancsaklászosul még pinnelve is lesz az izét, rére halonját. Jó, mondjuk rá ez mai, itt most minek kell nézni. Nem igaz, na, itten a stugemet viszem oda, arra oldalra, de hát... Na, azt mondom, hogy a M4-et én üldözöm a stugokkal, és a stugemet üldözi már megint a izével. A T-34-85-tel kapott egy weak spotot. És azt hiszem, igen, meg is fordulnak a stugjaim, és kap ő is egy big spotot. Nézem. Nem, mellé lőtt, tényleg mellé lőtt a big spotta, de feljött a tigrise, és nézi pizzi, nem az kizi, meg is lett. Itt is ad. Alult a tank, stugi. Penetration damage. Az kiszedte egész osztagot. Ezt jól láttam. Na, itt a amcsiai visszaver, de tudtuk, itt már nyerünk, na. Itt Travis-re azt mondtuk egymásnak, hogy GG. Innen, hát az orosz nem tudja visszahozni egyszerűen, ahogy volna. Itt láthatok egy gyönyörű tőttést. Ugye ágyú, az ki is van teljesen lőve. Önök nem így kellett volna lennie, itten. Mi van? Na. Emberek, azt tűnt, feladta orosz. Csak izé, valamiért hülyén írta ki. Na de, feladta orosz. Hát, se nem volt ez ilyen, hogy epic csata a legvégén, de azt mondom, ez egy összesen jó csata volt, főleg itt a bal oldalon, hát nézzétek meg. Na. Köszönöm a nézőknek figyelmet. Aki még adott, akkor meg szeretné nézni, az még maradjon egy percet. Aki nem van, köszönöm a figyelmet. Na. Aki még itt maradt velem, annak láthatja csak itt adatot, most úrblin egy stug. Ami más. Stug. Itten Travis-ik az, hogy elég gyöngének látszott, de azért a Stuntiger az megadta neki a izét. Különben itten láthatjátok a szinteket is. Eléggé ki volt egyenlítve szerintem. Egyébként ugyanannyi szinten volt, mint a orosznak. Travis pedig azért közel volt. Na, amerikai pedig közel volt Travishez. Hát, na azért a stugok azért befigyeltek az a 20 000 damage-e. 21 000-re, hanem. Itten egy pár izét, army value-t. Tessék, resource float és points held. Unitok, majdnem 1000%-os efficiency stugok, mindig jók. És, hú, még mi is, ja, mortár, a lopott amerikai mortár. És szerintem ennyi is. Köszönöm figyelmet, elosztok.